A visegrádi önkormányzat tulajdonába került tavaly év végén a Rév utca elején található élelmiszeráruház. Félegyházi András polgármester a nemrég kisajátított ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy annak idején eleve ideglenes épületként jelent meg az áruház a város központjában, és már közel két évtizede üzemelteti a jelenlegi tulajdonos. A 2000-es évek óta formálódó városközpont elképzelésben mindig volt egy lehetőség, vagy egyfajta ígéret az üzemeltető számára, hogy valahol itt ezen a belső területen lesz lehetősége új élelmiszeráruházat építeni, de egészen 2012-13-ig konkrét ajánlatot nem tudott kapni a várostól, hogy na akkor ide. Amikor a jelenlegi városvezetés elkezdett dolgozni, viszonylag gyorsan felvettük a tulajdonossal kapcsolatot, és elkezdtük keresni annak a lehetőségét, hogy hol is lehetne megvalósítani ezt az élelmiszeráruházat. Egy megegyezés született a tulajdonos és az önkormányzat között, amelyet egy sikeres építészeti tervpályázat követett, mondta Félegyházi András. A pályázatot a jelenlegi üzemeltető finanszírozta, a méretbeli adatokat is ő adta meg, a szakmai részt pedig a főépítésszel az önkormányzat állította össze. És úgy tűnt, hogy ez a folyamat folytatódik, és ennek a tervnek nyomán egy önkormányzat és a tulajdonos közötti területcsere, illetve területvásárlás, illetve területhasználat szerződéssel minden lehetőség meg lesz arra, hogy ez az áruház megépüljön. A polgármester elmondta, a megvalósulás irányába mutató folyamat megrekedt, annak ellenére, hogy az önkormányzat mindvégig jelezte a tulajdonos felé, hogy szeretné, ha folytatódna a projekt. Ezt az épület és környezete, leromlott állapota, a lakosság véleménye és a rendezési terv is indokolta, mely alapján utat nyit az önkormányzat a Rév utca felől a rendezvénytér irányába. Most ezt a rendezési tervnek, ezt az előirányzatát szeretnénk végrehajtani. Erre való hivatkozással ezt a területet szerettük volna kisajátítani, de tekintettel arra, hogy ez az áruház ingatlan telkének közel a felét foglalja, ezért itt egy részleges kisajátítás nem volt lehetséges, itt csak egy teljes kisajátítás volt lehetséges. Ezt az eljárást megindítottuk, ez ment a maga útján, és a tavalyi évben a kormányhivatal lezárta egy kártalanítási összeggel, lezárta a kisajátítási eljárást. A kártalanítási összeget tekintettel arra, hogy a tulajdonos erről számlát nem bocsájtott ki, bíróság illetékbe helyeztük. A kártalanítás összegét közel 55 millió forintban állapította meg a Pest megyei kormányhivatal. A kisajátítási eljárást az élelmiszeráruház tulajdonosa megtámadta, élve jogorvoslati lehetőségével. A tulajdonos megtámadta az eljárást, a jogalapját is, a kártalanítás összegét is, amint az egyébként az ilyen esetekben lenni szokott. Ez a bírósági eljárás ez jelen pillanatban zajlik. Viszont a bíróság nem adott helyt a tulajdonos, vagy a volt, most már úgy kell mondom, hogy a volt tulajdonos azon kérésének, hogy a határozat végrehajtását függessze fel a bíróság, ezért az végrehajthatóvá vált, tehát jelen pillanatban azt mondhatjuk, hogy december óta Visegrádváros önkormányzat tulajdonosa és birtokosa a élelmiszer áruház épületnek. A változásokból a boltba járók semmit sem vettek észre, mondta a polgármester, kiemelve, hogy az önkormányzat törekszik arra, hogy az ellátás zavartalan maradjon az átmeneti időszakban is. Jelen pillanatban folynak a tárgyalások egyrészt az átmeneti időben az üzemelésnek a feltételeiről a jelenlegi üzemeltetővel, illetve most már írásban is komolyabbnak látszó ajánlatokat, illetve azok kiegészítéseit kapjuk a volt tulajdonostól, hogy milyen módon tudná ő mégiscsak ezt a fejlesztést megtenni, nyilván a terület visszavásárlásaival, vagy egyéb vállalásaival. Amennyiben Visegrád számára kellően előnyös ajánlat érkezik a jelenlegi üzemeltetőtől, abban az esetben van csak lehetősége arra, hogy pályázat vagy közbeszerzés nélkül egyezzen meg vele az önkormányzat, hangsúlyozta a polgármester. És ennek egyébként nagyon előnyös, tehát az önkormányzat számára, Visegrád közössége számára nagyon előnyös ajánlatnak kell lenni.
talán a piacon elérhetőnél még előnyösebbnek is, hiszen akkor nekünk kötelességünk kivinni a piacra, a saját rendelkezéseink meg a józanész szerint is. Alapvetően erre készülünk egyéb iránt, mert úgy gondoljuk, hogy abban a helyzetben, amikor már a volt tulajdonosnak nincsen ingatlan tulajdona, akkor már az a fajta pozíció, ami mondjuk egy éve, két évvel ezelőtt megvolt, az már nincs meg. Tehát itt valójában bármilyen olyan befektetőt szívesen látunk, aki komolyan gondolja azt, hogy ezt az áruházi fejlesztést megvalósítja a körülötte levő parkoló területek, közterületekkel együtt, hiszen terveink szerint ez az áruház építés, ez nem csak magát az épületet jelenteni, hanem a hozzá szükséges, és azon túl is létesítendő parkoló területeket. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt egy komplex, ha úgy tetszik, tömbrehabilitáció vagy területrehabilitációként kell értelmezni Visegrádnak majdnem a kellős közepén, aminek nyilván vannak értelmezhető és jól értelmezhető, remélhetőleg a piac számára is értelmezhető előnyei, és nyilván vannak olyan kötöttségei, amelyek a településkép szempontjából érvényesítendők, nyilván az üzleti szempontból lehet, hogy terheket is hordoz. Ezeket kell mérlegre tennünk elsősorban nekünk, másrészt meg a leendő beruházóknak.